kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó Börzsei Dáviddal, Tasnádi Andrással és Horváth Oszkárral. Három örökké hallgatott intelem keringett körülöttem egész életemben, és újra hallottam vissza. Az egyik az, hogy ha lesz gyereked, majd megtudod. Ez nagyjából olyankor, amikor anyám elmondta, hogy már láttalak az árok partján vérbefagyva, kimentem fagyiért 3 percre. A másik az, hogy látszik, hogy egyke vagy, anélkül, hogy tudták volna, hogy egyébként van-e testvérem, vagy volt, vagy nincs. És a harmadik az, hogy ha lettetek volna katonák, most nem így viselkednétek. Na, ezzel az utóbbival fogunk most egy picit ismerkedni. Az Aves Research kutatása szerint honfitársaink 14%-a 900 ezer ember elhagyná az országot, amint katonai támadás érné hazánkat. Mindössze 20% fogna biztosan fegyvert, 30% talán részt venne a honvédelemben, 25% biztosan nem, 17% pedig valószínűleg nem harcolna. Sokkal magasabb az ország elhagyása mellett döntő férfiak aránya abban a csoportban, akik nem voltak sortkatonák, mint a katonai tapasztalattal rendelkezők körében. 20%, valamint 9%. A párt preferenciákat tekintve a kormánypártok és a Mi Hazánk hívei inkább maradnának az országban egy katonai támadás esetén. A választáson együtt induló ellenzéki pártok szavazói között a legnagyobb az országot elhagyók száma egy külső támadás esetén. Az első, ami eszembe jut erről, hogy azon kívül, hogy papírforma, tehát úgy változnak, úgy mennek feljebb a támogatottsági arányok, ahogy én ezt a korral, vagy éppen az ideológiai nézetekkel elvárnám. De az, hogy megkérdezünk embereket, hogy ők beállnának-e katonának, ez ilyen álproblémának tűnik, mert lehet egyáltalán választani? Tehát, hogy abban az esetben, ha fegyveres konfliktusban áll Magyarország, akkor pontosan ugyanaz a helyzet, gondolom, mint Ukrajnában, hogy minden felnőtt férfi egy bizonyos életkorig, ami Isten tudja mennyi, de gondolom 60x, köteles. Igen, de azért nem mindegy, hogy össze kell fogdosni ezeket az embereket, hogy tömeges mondjuk adott esetben a megtagadása a behívóknak, elégetik az emberek, mondjuk a vietnámi háború idején ugye ez népmozgalom volt az USA-ba, vagy az történik, mint Ukrajnába, hogy még külföldről is mennek haza az emberek fegyvert fogni. Nekem azt mondtad, hogy a korral növekszik, és hogy ezt a logikusnak látod, hogy ugye az van a kutatásban, hogy minél idősebbek az emberek, annál inkább támogatják, nem? Hát annál inkább mondják azt, hogy ők megvédenék az országot fegyverrel is. Uh-huh. Tehát szerintem meg éppen egyébként, hogy ez ilyen érdekes, nem, hogy... Nem, én úgy értem, hogy a sorkatonaságot én azt gondolnám, hogy minél idősebb valaki, annál jobban támogatja, hiszen neki még része volt benne, hát illetve egyre közelebb van ahhoz az életkorhoz, amikor talán már tartalékosként sem számítanak. Igen, csak tehát, hogy neki van a kevesebb veszíteni valója tulajdonképpen, mert hogyha te most 20 évesen azt mondod, hogy nem támogatom a sorkatonaságot, akkor azt mondod, hogy nem akarom eldobni a következő 50-60 évemet, uh-huh, azért cserébe, hogy lelőnek, uh-huh, engem a frontvonalon. De nem csak arról van szó, hogy másnak a sorkatonaságával mi a helyzet, hanem látod, ugyanígy a kor növekedtével ő saját maga, a saját életével részt venne a fegyveres védelemben. Ami szerintem egyébként egy új dolog, tehát, hogy én azt gondolom, hogy 50 vagy 100 évvel ezelőtt a kor előre haladtával az emberek inkább távol tartották volna magukat a háborútól, és a fiatalság, bolondság felirat mellett szerepelt az, hogy szívesen bevonulnak nagy romantikus ambíciókkal a hadseregbe. Emlékszem, hogy egy izraeli társadalomtudós és békeaktivistától olvastam, azt mondta, hogy így
teljesen irreális az, hogy egy ország, amikor háborúba vonul, akkor a fiatalokat mozgósítja, általában a 20 éveseket. Mert hát az lenne logikus, hogy ne azok essenek el, akik még a családalapítás előtt vannak, akik előtt hosszú élet van, hanem az lenne logikus, hogy az 50-es, 60-as korosztályokat kell behívni, akik még fizikailag megfelelnek, és tudnak harcolni, viszont már túl vannak a családalapításon, a kenyerük javát megették. Szabad és a gazda? Mondjad. Hát csak nekik nincsenek illúzióik, hogy mi fog ott történni, úgyhogy eszük ágában nincs menni. Igen, hogy sokkal nehezebb az 50-es, 60-as korosztályt besorozni, hogy a kényszersorozás azért a fiatalokat érinti első körben, mert az időseket jóval, de jóval, jóval nehezebb lenne. És érdekes a magyar adat, hogy itt megfordul ez, és úgy tűnik, bár hogyha hiszünk ezeknek a számoknak, hogy az idős magyar lakosság, vagy az idősebb magyar lakosság az szívesebben fog fegyvert, mint a 20 éves korosztály. Én ezt úgy képzelem, hogy ez valami fordított harangörbe jellegű, hogy vannak mondjuk a 18-23 évesek, akik attól, hogy választópolgárrá léptek elő életkoruknál fogva, egy ideig nagyon lelkesen részt vesznek a közéletnek valamilyen figyelésében, a politikai vélemény nyilvánításban, az idézőjelben a politikai hittérítésben. Egyszerűen az ember örül, hogy most már az ő szava is számít, és így szépen lassan illúzióját veszti valamennyire, és akkor egy picit alább hagy. És aztán, ahogy eltelik az idő, és már van valamit, tehát letettél 20 meg 40 év munkát az asztalra, és magántulajdonnal rendelkezel, és gyerekeid vannak, vagy netán unokáid, annál fontosabb az, hogy a dolgok, amik vannak, azok maradjanak úgy, ahogy vannak, és ezeket hajlandó vagy megvédeni. És itt szerintem már egy másik fajta motiváció, nem az, hogy én most számítok, hanem hogy a körülöttem lévők számítanak, ez válik fontossá, és így az a haranggörbe a vége felé ismét fölfelé elindul. Mondjad. Én azt gondolom ezzel szemben, hogy szerintem arról szól ez a jelenség, hogy a tinédzserkor az kitolódott egészen 70-80 éves korig. Tehát, hogy az emberek valójában mindannyian tinédzserek vagyunk, és az a helyzet, hogy egy 18-20 éves tinédzser, az bizonyos értelemben kevésbé tinédzser, mint egy 60-as, 70-es, mert úgy érzi, hogy több veszteni valója van. Hát előtte még egy csomó dolog van, egy csomó dolgot ki szeretne próbálni, mit tudom én, családot akar alapítani, külföldön akar dolgozni, stb. Míg ahogy az idősebb generációk mennek előre is, valójában soha senkinek nem kellett felnőnie a nyugati társadalomba 45 után. Tehát, hogy nem volt háború, a békét, a jólétet, azt mindenki biztosra és tutira vette, és egész egyszerűen az van, hogy tinédzserekből áll a társadalom, akik nagy-nagy romantikával állnak a világhoz, csak mondjuk a fiatal tinédzserek azok inkább a csajozásban találják meg ezt a romantikát, az idősebb tinédzserek meg például a különböző világ megváltásokban, meg katonai hősiességben, romantikában. Na, két dolog jutott eszembe, az egyik az, ez talán egy nagyon gonosz gondolat, de eszembe jutott minden esetre, hogy nem lehet-e, hogy arról van szó, hogy egy 60-as, 70-es éveiben járó ember már nagyon könnyen mondja azt, hogy én mennék, én fognék fegyvert azzal a tudattal, hogy tudja, hogy neki nem kell. Tehát, hogy nem lehet, hogy itt van benne egy olyan jelenség, hogy ha én ott lettem volna, akkor én aztán úgy megmutattam volna. Mindeközben pedig azért tudja, hogy ha mégis arra kerülne a sor, akkor őt 75 évesen már nem soroznák be. Hát nem tudom, hogy hogyan változott ez, vagy hogy jött ki az életkor növekedésével. Ez lehet, hogy egy átlagérték, hogy mondjuk a 60 fölött vagy 50 fölöttiekre vonatkozik egy érték, abban benne vannak a 80 évesek. Én azért nem állnék ilyen gúnyosan hozzá, hogy csak ezért mondja. Egyszerűen tényleg az van, hogy aki fiatal, az azt vesztheti el, ami előtte van, aki idős, az azt, ami mögötte van. És tudod, az egyik, az egy potenciális jövő,
ami meg sem történt, a másik az pedig egy földdel és vérrel felépített materiális megtörtént múlt, és annak a szereplői, akiket szeret, az meg ezért fontos. És szerintem a háborúnak ma romantikája van, tehát, hogy ami a második világháború utáni, mit tudom én, 20-30 év, meg az utána levő nemzedékekben egy ilyen mélységesen mély trauma, az a mai világban szerintem sokkal inkább romantika. Tehát, hogy egész egyszerűen az emberek kevésbé félnek, nem is hiszik el ezt a háború dolgot igazán, nem veszik komolyan. Én magamon is azt látom, hogy számomra is ilyen teljes döbbenet, ami Ukrajnában történik, hogy ilyen megtörténhet Európában, pedig hát végül is mi volt, ami ellene szólt. Pusztán csak a személyes komfortom, meg a saját életemben megtapasztalt valóság. És megtörténik. Tehát, hogy Európától és a nyugati civilizációtól olyan messze van a háború szörnyűségének a tapasztalata, hogy egész egyszerűen, én szerintem például a politikai vitáknak a durvulásába is ez nagyon-nagyon benne van, hogy egy világháború után mindenki érezte, hogy a konszenzus, a kompromisszum, a másiknak a meghallgatása, a másiknak a valamilyen típusú emberszámba vétele, az fontos, mert nem szabad kiélezni a társadalmi feszültségeket, hiszen jön a második világháború, és ez a tapasztalat elveszett, és ehelyett van az, hogy valójában minden vele fér, valójában addig kell bullyingolni a másikat, meg különböző társadalmi csoportokat, amíg csak tudjuk, mert mi lehet a végén, mi rossz történhet, megnyerjük a választást? Itt most annak a kapcsán, hogy talán az jött ki, hogy az ellenzéki oldalon inkább hagynák el az országot, igaz? Aha, de a 900 000 ember, aki a teljes lakosságra vetítve, aki így nyilatkozna, az annak jó része talán nagyobbik része ellenzéki, és ebből most aztán jöhet majd az el lehet innen mennizés szerintem, hogy páran fel fognak ezen paprikázódni, hogy ennyit ér az a kisebbség, aki most a választásokon elbukott, az erkölcsileg is elbukott, de az a helyzet, hogy én is úgy érzem, hogy közéjük tartoznék, tehát hogy nem azt mondom, hogy elmennék, de én azt el tudom képzelni, hogy egy háborús helyzetben mentenék, segítenék, életet mentenék, de nem akarnék rombolni és embert ölni. Abban sem vagyok ugye biztos, nyilván ez egy ilyen, hogy mondjam, fegyveres, technikai kérdés, hogy ölni kell. Tehát nyilvánvaló, hogy az ellenfelet harcképtelenné kell tenni, és az is nyilvánvaló, hogy egy sebesült katona a túloldalon az egy hátrányosabb helyzet, mint egy halott katona, és talán jobban lelassítja őket, de hogy nem az a feladat, hogy mindenkit fejbe lőj, akin más színű zászló van, hanem hogy megvédd adott esetben az országodat. Én valamikor jó pár éve, tudom, hogy ti a Nyárival, Tasnádi más állásponton vagytok, meg így a háborút, mint egy ilyen szükséges védelmi szerkezetet, vagy mint nemzeti jogot tanulmányozzátok, vagy úgy tekintetek rá, nem tudom, jobban szükségszerű része az emberi szükségszerű része a hatalmi működésre. Technikáknak, meg annak, hogy egyáltalán országokra vagyunk osztva, sőt a békének is az egyik feltétele szerintem, hogy országokra vagyunk osztva, de az a háborúnak is az egyik feltétele. Minden esetre én évekkel ezelőtt azt mondtam, hogy ha itt felfordulás lesz egyszer Budapesten, és én nem megyek el innen, akkor én mindenkit, aki egyenruha van, arra fogok lőni. Tehát, hogy azért, mert annyira igazságtalannak érzem, hogy kaptunk megint egy esélyt, hogy talán 30-50 éven túlmenően is, amit dolgozunk, az ott marad a helyén, és építhetünk belőle egy országot, és aki ezt szétverte, nekem azzal van dolgom, és az mindegy, hogy melyik oldal, egy polgárháború esetén. Tehát ha mi magyarok úgy döntünk, hogy felégetjük azt, amit együtt csináltunk, akkor tényleg nem gondolom, hogy így bárki megérdemli, hogy maradhasson, de ha egy külső támadás van, akkor teljesen más a helyzet. Akkor nincs kérdés, hogy kifelé fordulok valamilyen hogy mondjam, hadviselési kötelezettséggel, de azért nagyon hálás volnék, ha ilyenkor nőként büszkék
tűzkenőként tekintenének rám, és inkább beteg ágyak mellét lett. De nem baj az, ha az se baj, ha meglőnek, meg az sem baj, ha folyik a vér, de ne életeket kelljen kioltanom, hanem az legyen a funkcióm, hogy kevesebben halljanak meg. Hát a trójai háborúban Odysseus úgy akarta megúszni, hogy ő bolondnak tette magát, Achilleus pedig nőnek öltözött, aztán mégis ennek a két embernek volt talán a legnagyobb szerepe az egész háborúban. Én azt akartam megmondani, hogy én nem zárnám ki, főleg itt, hogy látjuk ezt az ellenzéki statisztikát, azt, hogy valaki ideológiai alapon nem harcol, és szerintem itt két okról beszélhetünk. Az egyik egy mély ideológiai alap, vagy indok, a másik pedig egy felületes ideológiai indok, és ennek van köze az ellenzékiséghez. Mind a kettőnek az antitézishez van köze. Én egyen lejjebbi generáció vagyok nálatok, és én 11 éves korom óta az Orbán kormányban élek. Sőt, hát ugye ebbe is születtem bele 99-ben. És szerintem azért ennyire népszerű ez az ország elhagyás az ellenzékiek körében, mert a tézisre szükségszerűen antitézis a válasz. És amikor azt hallgatja valaki egészen kisgyerek korától kezdve, hogy harc, csapataink harcban állnak, háborúban állunk, és folyamatosan a közös ellenségkép keresés megy, akkor egy életre megundorodik tőle. Ez szerintem egy ilyen rövid szavatosságú dolog, illetőleg ameddig tart ez az adott rendszer, addig tart ennek a dolognak a szavatossága, ezért mondom, hogy ez egy felületes ideológiai alap. Ami szerintem ennél mélyebb ideológiai alap, és az én generációmban ez nagyon benne van, akik mondjuk a rendszerváltás után születtek, hogy nekünk a 20. század harcos ideológiája az valami nagyon elképzelhetetlen, nagyon absztrakt és nagyon taszító dolog. Mi ámulattal nézzük azokat a felnőtteket, akik így képesek egymásra mocskos komcsizni, meg mocskos nácizni, mert nem láttunk még életünkben kommunistákat, meg nácikat, és nem hiszünk benne, hogy de ezek létezik. De ők se. Ők se láttak, de ők hisznek bennük, tehát hogy nekik az, de ők így meggyanúsítják egymást, de és hogy majd ti is hinni fogtok benne. Én elhiszem, de hogy így a mi szempontunkból annyi történik, hogy így mutogatnak egymásra, hogy te zombi vagy, te meg vámpír, és hogy ők hisznek a zombikban, meg a vámpírokban, mi viszont nem hiszünk bennük. Tehát, hogy mi nem hisszük el, hogy ezek az emberek léteznek, mi nem kérünk ebből a 20. századi szektás gyűlöletből a másik iránt, mi nem kérünk a háborúkból, és szerintem a mi generációnk sokkal kevésbé választaná a háborút, mint bármire való megoldás, pláne egy másik ember életének a kioltását, és egyébként a múltkor láttam egy ilyen podcast interjút, ahol a Lár András szerintem ezt nagyon jól elmondta, hogy te éppen megeszed a tökfőzelékedet egy ilyen kis nyegle szemüveges ember, vagy felállsz a konyhából, észreveszed, hogy megkaptad a behívódat, másnap már ott vagy a fronton, a kezedben egy fegyverrel, és lelövöd ugyanezt a nyegle, ugyanezt a szemüveges embert, aki tegnap ugyanígy állt fel a tökfőzeléke mellől, és semmi közötök nincs ehhez az ideológiai hadviseléshez, amit a fejetek fölött meghoztak, és mégis ti fizettek az életetekkel. Egyébként nekem 20 évesen pont ugyanez volt a megélésem. Én is azt gondoltam, hogy a mi generációnk már nem fog belevonódni az apáink, nagyapáink háborújába, és bevonódott. Tehát, hogy mindenki bevonódik így, aki Magyarországon marad, az előbb-utóbb ledarálja ez a kultúra, meg ez a világ. Az ország elhagyással kapcsolatban meg ennek is van egy ilyen romantikája. Én beszéltem egy ismerősömmel, barátnőmmel, aki hát így, amikor kezdődött az ukrán háború, elmondta, hogy hát, hogy nagyon gondolkodik azon, hogy vegyen egy aranytömböt, és hogyha bármi van, ő akkor elindul nyugatra a gyerekével, és hogy ezt jó ötletnek tartom. Én meg mondtam, hogy hát én nem tudom, nyilván ezekre nincsen szabály, de azért egy csinos, fiatal nő egy aranytömbbel menekült emberek százezrei között, hát én nem vagyok abba egészen biztos, hogy az aranytömbös menekülés a veszélytelenebb út, mint mondjuk az esetleg Magyarországon maradás. Illetve még azt akartam elmondani ezzel a kutatással kapcsolatban, hogy nekem az első kérdésem az volt magamhoz, amikor láttam ezt, hogy ezt az Ávec lekutatta, hogy milyen realitása van valójában annak, hogy Magyarország háborúba keveredik, hogy
A világ legnagyobb és legerősebb katonai szövetségének vagyunk a tagja. Valójában ezt az országot, ezt megcsonkítjuk. Azért. Tessék? Nem, annak is a szélén. Annak is a szélén. Ezt az országot megcsonkították, olyan nagyon területi követeléseik nincsenek velünk szembe. A csipke vagyunk a Rambó ruháján, csak mondom. Igen, igen. Tehát, de aztán meg belegondoltam, hogy az összes szomszédos országgal sokkal rosszabb a viszonyunk, mint amilyen mondjuk a 90-es, meg a 2000-es évek elején az orosz-ukrán viszony volt. És az, hogy mi NATO tagok vagyunk, hát a szomszédaink egy része, akikkel nem vagyunk jóba, szintén NATO tagok. SMS számunk 0630-011-0725, ezen a témakörön maradunk. Ez az Önkényes Mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Börzsei Dáviddal. Itt a Spirit FM-en. Ott tartottam, hogy az, hogy ugye NATO tagok a szomszédaink egy része, tehát távolabbról kezdem, az, hogy én fognék-e fegyvert, az az igazság, hogy én nem tudom. Tehát én erre nem tudok se igennel, se nemmel válaszolni, mert egész egyszerűen most önmagában az, hogy támadás éri Magyarországot, az nekem kevés ehhez a döntéshez. Ezért segít benne a törvény. Igen, tehát például most azt mondom, hogyha bennünket megtámadna Oroszország, mert mondjuk legyőzte Ukrajnát, és nem véd meg bennünket a NATO, akkor nem érezném reálisnak az ellenállást az orosz hadsereggel szemben úgy, hogy cserbe hagyott mindenki, és azt gondolnám, hogy nincs értelme az életemet adnom egy olyan háborúért, ahol a legjobb, amit elérhetünk, hogy ősi halált hal az ország. Tehát, hogy ilyen értelemben én próbálok ilyen racionális lenni, hogyha megtámad bennünket egy NATO szövetséges országunk, és emiatt nem avatkozik közbe a NATO, viszont hát az nyilván egy nagyon durva helyzet minden tekintetben, lelkileg is, egyáltalán tényleg azt a világot, amiben hiszünk, nyilván ez teljesen lerombolja, akkor kétségbeesésében tényleg mit tud csinálni az ember? Valószínűleg azt, hogy részt vesz a harcokban. És itt jön ugye nekem a másik kérdésem, hogy vajon például mai modern hadviselésben vajon a sorozatkatona tényleg mit ér? Tehát, mert ha azt mondják nekem, hogy, és nem az életemet féltem, de azt mondják nekem, hogy behívnak drónpilótának, mert én abban jó vagyok, mert mit tudom, én PlayStation öztem eleget életemben ahhoz, hogy egy drónt el tudjak irányítani, akkor úgy állnék hozzá, hogy szívesen megcsinálom, mert van egy tudásom, el tudok irányítani egy drónt, és nem gondolom azt, hogy ne lennék életveszélybe, hiszen nyilvánvalóan egy drón központ, vagy egy drónrepülőtér, vagy egy drón parancsnoki állás az első számú célpontja bármilyen ellenséges csapásnak, de azt vállalnám. De az, hogy kimenjek, és különböző, nem tudom én, hanyadik generációs szupertankok ellen álljak egy valamilyen fegyverrel a kezembe, amit megtölteni nem tudok, amit szétszerelni nem tudok, amit megolajozni nem tudok, azt például nem vállalnám. Tehát, hogy ha van hozzáadott értékem, akkor oké, ha nincs hozzáadott értékem, de még túlélési esélyem sincsen, akkor meg inkább azt mondom, hogy jelentkezek valami polgári szolgálatra, tudom én, akár mellé csatlakozom valami egészségügyi központba, mert bennem nincsen erkölcsi aggály a tekintetben, hogy az ember használjon fegyvert. Csak én azt látom, hogy azért a haditechnika afelé megy, hogy ezek a mostani fegyverrendszerek, ezek nem olyanok, mint tudom én, 500 évvel ezelőtt, hogy fogjunk egy fejszét, és akkor már valamennyi, meg egy pajzsot, és akkor már valamit el tudsz csinálni a csatatéren, hanem az van, hogy profi katonáknak kellenek fél évek, amíg készségszinten megtanulnak használni egy ilyen fegyverrendszert, és van értelme a jelenlétüknek a harcmezőn. Tehát most is Ukrajnában például ugye a harcok ukrán részről, miközben mozgósították az egész országot, nagyon sok ember van fegyverbe, de gyakorlatilag 60-80 ezer ukrán katona harcol, vagy 40-60 ezer, 60-80 ezer orosz katona ellen, mert ennyi elit katona van, amelyik
végre tudja hajtani azokat a feladatokat azokkal az eszközökkel, amikre megvan a kiképzésük. Hiába van ott 200 000 ukrán még felfegyverezve, ukrán katona, azok egész egyszerűen egy nyílt konfliktusban az orosz hadsereggel semmit sem érnek. Nyilván egy partizán harcban, stb. Már sokkal többet, de gyakorlatilag az ilyen típusú személyes hősiesség, személyes bátorsága szerintem nagyon leértékelődött az elmúlt évszázadokban, és nagyon-nagyon felértékelődött a szaktudás. Nyilván persze régen is, mondjuk 500-600 évvel ezelőtt is, hogyha azért tudtál kardozni, meg tudtál számszeríjjal lőni, azért az sokat jelentett, de ez ma már fokozottabban így van. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő az általa rendelt közvéleménykutatás kapcsán elmondta, hogy Ukrajnában is hasonlóan vélekedtek az emberek pár éve. Komoly belpolitikai feszültségek osztották meg a társadalmat, majd ahogy a katonai agresszió kezdett egyre reálisabb fenyegetéssé válni, ezek a belső feszültségek is kezdtek elsimulni, elindult egy közös gondolkodás, míg végül most 90% feletti a mozgósítás. Külföldön élő ukrán menedzserek tették le a tollat London irodájukban, majd hazautaztak Ukrajnába, hogy fegyvert fogjanak a hazájukért. Na ez egy teljesen más forgatókönyv, hogy ebben a tündérmesében vagyunk, ahol megkérdezik, hogy fognánk-e fegyvert, vagy elmennénk. Ugye fegyvert kell fogni, és nem, ugyanúgy nem engednének ki, az egy szökés. De éppen erről beszélgetünk, míg máshol az, aki egyszerűen nincs ott, idézőjelben már elszökött időben, évekkel előtte, az feláll, és hazamegy, és fegyvert fog. Azért ez egy kemény sztori. Jut eszembe, az HBO-n van egy Navalnyi című dokumentumfilm a Navalnyinak nagyjából a Németországban töltött hónapjairól, meg a mérgezéséről, és két alkalommal ugye ő is hazatért Oroszországba. Egyszer sem a hosszabbat húzta, hanem a rövidebbet. Nagyon kemény az egész sztori, nagyon kemény az egész csávó. Igen, de egyébként én nem tudom, hogy a hősies lelki alkat, meg a szuicid lelki alkat, az mennyire fedi egymást. Tehát, hogy például erről van egy komplett adásunk, vagy legalábbis egy blokkunk szerintem, hogy kellett-e a mártíroknak tudod, valamilyen depresszió, vagy hogy mi az a... És mire jutottatok? Hát, hogy nem feltétlenül, de nyilván egy tudatmódosult állapotban vannak, de az nem az önpusztítás, hanem valamilyen magasabb célért való áldozathozatalnak a tudatmódosított állapota. Aha. Tehát van egy köd a fejedben, ahol egyszerűen elértéktelenedik az életed, és megoldásnak látod, vagy hasznosnak azt, hogy nem élsz tovább, de nyilván itt a harcban próbálsz hasznot adni. Hát az egyáltalán szerintem anélkül, hogy módosult tudatállapotban lennél, és akkor értem ez alatt ezt a harci ködöt és gőzt, és a gyűlöletet, a lelkességet, vagy a mindent átitató félelmet, vagy azt a, tudod, ahogy süvítenek el a lövedékek a fejed fölött, ez hozza meg egyáltalán azt az állapotot, hogy meg tud mozdítani egy végtagodat. Igen. Én a Navalnyiról tényleg azt gondolom, hogy akinek ennyire keveset ér a saját élete, az most túl azon, hogy nyilván azonosulok azzal, amit ő képvisel, hogy akinek ennyire keveset ér a saját élete, vajon arra rá lehet-e bízni mondjuk egy 140 milliós országban lévő 140 millió életet. És ebből nem vagyok egészen meggyőződve, mit tudom én, ott van például mondjuk a De Gaulle, aki hazafi volt, bátor is volt, csatatéren is bizonyított, de érezte, hogy mi az a pont, amikor le kell lépnie Franciaországból, át kell mennie Angliába, ott megszerveznie a maga ellenállását, a maga politikai jövőjét, ami Franciaország politikai jövője is lett, és azt gondolom, hogy ez a fajta bölcsesség azért engem mindig megnyugtat, hogyha egy politikusról van szó. Szerintem nem csak így lehet mondani, hogy ha annyira
keveset ér az élete, hogy feláldozza, hanem úgy is lehet venni, hogy annyira sokat ér az élete, hogy neki kell feláldozni. Tehát jelentősége van az ő eddigi történetének, hogy mi annak a sztorinak a vége, és ennek úgy érzi, hogy Oroszországban kell történnie, ha sikerrel folytatja, ha nem. Igen. Egyébként ez a közvéleménykutatás nekem ugye azt mondja, hogy mindösszesen 20% vállalná, és 30% talán a fegyveres ellenállást. Én nekem ezek ilyen döbbenetesen magas számok. Tehát az, hogy ha ez tényleg igaz, hogy a magyar társadalomban ilyen fokú önfeláldozási készség van egyébként, az nagyon-nagyon jó hír, csak a probléma az, hogy ez a mindennapokban, minthogyha azért nem tudna annyira megnyilvánulni. Ja, tehát... Igen, ezt nem kérdezték meg a közvéleménykutatás során, hogy jó, de hogy feláldoznád az életedértük, de azokért is, akik a Gyurcsányra szavaztak. Tehát erre már nem tértek ki így külön. Egyébként szerintem itt, amiről így beszélünk, hogy vagy egyébként lehet, hogy csak túl sokan akarnak meghalni Magyarországon, és akkor azt mondják, háború jöhet? Mindent kér az étlapot. Öngyilkossági statisztikákat vezeti az ország, tehát... Szóval szerintem itt vagy az történik, hogy a halált értékeled túl, vagy az életet alul, tehát, hogy amikor találsz valami nagyobb célt, amiért érdemes meghalnod, akkor az történik, hogy te nem félsz a haláltól, és amikor viszont mint egy szenvedésként tekintesz az életre, akkor sem félsz a haláltól. Mindenképp valami magasztosabb dolog, és már ezt a realizációt megtetted. Egyébként az jutott eszembe, hogy mondtad azt, hogy egy ilyen életre nem biztos, hogy jó ötlet rábízni több 10 millió másikat, hogyha már így megidéztem Odysseust, akkor eszembe jutott Skylla és Karybdis. Nem tudom, hogy ez mennyire van meg nektek az Odysseiából. Az a lényeg, hogy a csávó megy a hajóval, meg a legénységével, és választania kell, hogy Skylla vagy Karybdis fele megy. És Karybdis egy olyan tengeri szörny, aki lenyeli és kiköpi a tengert. Ott vagy átjut mindenki a hajóval, vagy nem jut át senki. Tehát vagy mindenki meghal, vagy egyikük sem. Ezzel szemben Skylla egy olyan tengeri szörny, akinek hát azt hiszem 6 feje van, de lehet, hogy 12, vagy valami ilyesmi, tehát hogy az a lényeg, hogy sok feje van, és az biztos, hogy ő 6 embert a legénységből meg fog enni. Nem tudni, hogy melyik 6-ot, nem tudni, hogy kiket, és választaniuk kell, hogy merre menjenek, és aztán egyébként a sztoriban... Fontosabb a küldetés, vagy a kis barátai. Hát, és nem is biztos, hogy mindenki túléli ugye akkor, hogyha Karybdis fele mennek itt, inkább az, hogy vállalod ezt a kockázatot, és ők ebben egyértelműen úgy foglalnak állást, hogy elindulnak Skylla fele, és 6-an meghalnak. És talán ez az a 6 ember, akiről ilyenkor beszélünk, hogy adja az életét azért, hogy a többi megmenekülhessen. Mondom ezt úgy, hogy egyébként én nem pártolom a háborút semmilyen szempontból. Igen, én hogyha igazak ezek a számok, és tényleg ez van, hogy tényleg az a gondolat merül fel bennem, hogyha van a magyar társadalomban egy ilyen fokú önfeláldozás, egy ilyen fokú honszeretet, hogyha ezt sikerülne valami értelmes, emelkedett cél mögé becsatornázni, hogy akkor milyen csodákra lenne képes ez az ország. Aztán persze lehet, hogy ez a szám, ez pusztán csak képmutatás, és egész egyszerűen jó esett azoknak az embereknek azt mondani a kérdező biztosnak, hogy persze, nem gond, mennék, harcolnék. Nem tudom, hogy melyik az igazság, de az biztos, hogy a magyar történelem azért mutatja azt, hogy bizonyos pillanatokban sikerült megszerveződnie, sikerült összefogni az országnak, és akkor a mögött mindig óriási teljesítmények voltak. És hogyha megvan ennek még mindig ebben a mai világban is a csírája meg a lehetősége, azzal nagyon nagy vétek nem élni, és így teljesen igaz, hogy valószínűleg az ukrán társadalomba is kellett 4-5 év folyamatos propaganda, folyamatos az egymásra utaltság érzetét megteremteni, hogy tudjanak ilyen szinten mozgósítani, hogy 90% körüli a mozgósítás. Hogy tényleg egy teljes ország és egy teljes társadalom szembe mer szállni a félelmetes és legyőzhetetlennek hit orosz hadigépezettel. Hogyha mi valami kevésbé drasztikus és militáns cél mellett tudnánk ezt megcsinálni, az borzasztó, borzasztó jó dolog lenne. Yeah.
Kis Benedek József katonai szakértő értelmetlennek tartja a kérdésfeltevést is. Honvédő háború esetén ugyanis nem választás kérdése, hanem kötelesség bevonulni. Molnár Zsolt, a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának MSZP-s tagja megérti, hogy sokan ösztönösen távol maradnának a harcoktól, de jó példával, hazafias kiállással, oktatással lehet változtatni ezen a hozzáálláson. Tóth László szociológus szerint racionális okai vannak, hogy ma kevesebben harcolnának, mint az 1849-es szabadságharc idején. Úgy gondolja, hogy 150 éve az emberek még sokkal kevesebbet tudtak a világról. A második világháborúban besorozottak többsége parasztfiú volt, és kevesen dezertáltak. Két világháborús tapasztalattal magunk mögött egészen más ma a helyzet. Nem csodálkozom, hogy ennyien elmenekülnének inkább, fogalmazott a társadalomtudós. Az az érzésem, hogy ha nekem most így rangsorolnom kéne magasztosság, tehát egy céljaik magasztossága szempontjából ezeket az embereket, akkor én itt nem azt látom, hogy harcol vagy nem harcol, hanem én itt három kategóriát látok. Nekem legalul azok az emberek vannak, akik elmenekülnek a háborútól, ez kb. Azoknak feleltethető meg, akik nem mennek el szavazni. Második helyen nekem azok az emberek vannak, akik fegyvert fognak és elmennek harcolni, ezek azok az emberek az én szememben, akik elmennek és leszavaznak. Most itt analógiát próbálok hozni az egészbe. És a legmagasztosabb szerintem az, aki elmegy és érvénytelenül szavaz, azaz ebben a helyzetben, aki nem megy háborúba, de nem is elmenekül előle, hanem tudatosan és tökösen megtagadja azt. És ez főleg akkor magasztos egyébként szerintem, hogyha kötelező lenne egyébként neki bevonulnia. A fegyvertelen katona egyébként valami ilyesmiről szól, nem? Igen. Csak ennek tudod, mi az eredménye, mondjuk egy orosz bevonulás esetén, az, hogy azt mondod, hogy nem égetem fel az országot, nem lövetem lövészárokba a honfitársaimat, hanem vállalom a következő olyan 40 évet, mint ami már egyszer lánctalpakkal végiggurult a 20. században ezen az országon, és lássuk, mink marad meg, mert akkor sem tudod, átrendeződtek a tulajdonos viszonyok és a társadalmi kasztok többször is. Azért érzem azt, hogy a háború megtagadása a legmagasztosabb, mert így, amit egyébként már így korábban is beszéltünk, hogy mire lenne képes ez az ország, hogyha mindenki így ilyen szolidáris lenne a másikkal, meg hogy az életét is képes érte adni, ez egy tök szép dolog, de hogy ugyanúgy, ahogy a háborúhoz kell két fél minimum, egy kicsit ilyen párterápiásan képzelem lesz az egészet, hogyha így kiállunk magunk mellett a másikkal szemben, akkor az azt jelenti, hogy már érdekel minket ez a párkapcsolat annyira, hogy azt mondjuk, hogy mi képviseljük a saját igazunkat, és tökösen kiállunk mellette, és megvédjük magunkat, csak közben meg mégis az a legszebb, hogyha elmegyünk párterápiára, és megbeszéljük, hogy hát nem egymás ellen vagyunk ebben az egészben, hanem egymás oldalán kéne küzdenünk, és mind oroszok, mind ukránok, mint magyarok fellépnek a háború ellen, és nem egymás ellen a háború oldalán. Ez a majális a szeretet ünnepe. Csak gond van a biztonsággal. Igen. Ez picit olyan, hogy hát még az elején voltak, vagy nem tudom, akadnak béketárgyalások, de nem is tudom, a Navalnyi mondta azt, hogy ha leül a Putyin és a Navalnyi egy asztalhoz, akkor abból béke lesz. De egyelőre nem ők tárgyaltak erről, és még márciusban olyan reményteli szemmel néztem ezekre az asztal körül ilyen olajzöld ruhában ülő, illetve öltönyben ülő emberekre, hogy most talán megbeszélik ezt az elmúlt 2-3 hetet, hát azóta eltelt 3 hónap. Igen, meg Dávid, kicsit a párterápiás hasonlatod, meg a párkapcsolatos hasonlatod olyasmi, mint amikor a Johnny Deppnek így miután levágta az Amber Heard az ujját, a barátja azt mondta, hogy állj, lépjél túl rajta, nem kicsit kell. Beszélgessetek, dumáljátok meg, tehát hogy tehát a háború az akkor kezdődik, amikor már a párterápiának régen vége, tehát hogy akkor már nincsen értelme azt mondani, hogy így beszéljétek meg sajnos. Én nekem ebből a bejátszóból mindegyik, tehát a katonai szakértőnek a hozzáállása, hogy hát itt nincsen kérdés, menni kell, hiszen ez a törvény. Ez egyébként mutatja a katonáknak a gondolkodásával lévő alapvető problémát, mert rendben van, hogy ez a törvény, de a törvény akkor működik, hogyha valami fajta konszenzus azért van mögötte, tehát amikor van egy olyan törvény, amit 100
100-ból 99 ember nem tart be az országba, az lehet törvény, de attól még nem érvényesül. Tehát az a jó törvény, amivel az emberek egyetértenek, és ami mögött valami minimális konszenzus van. És hogyha nincsen meg a minimális konszenzus, például egy bevonulás vagy egy háború mögött egy társadalomba, az a társadalom nem fog harcolni. Tehát akármit is mond a katonai szakértő úr, az a társadalom nem fog harcolni. Erre számítottak egyébként az oroszok, amikor megindultak az ukránok ellen. A másik, ez a Molnár Zsolt, ugye, aki MSZP-s képviselő, és elmondja, hogy hát ő kevesli ezt az 50%-ot, és hogy hát ezen lehet változtatni oktatással, stb. Jó példával, és hazafias kiállással és oktatással. Igen, és bennem az az érdekes meglátás, hogy én ugye a 90-es években emlékszem, hogy a baloldalnak volt egy ilyen szlogenje, hogy ma már nincsen szükség sorozott emberekre, profi katonaság kell, zsoldosok kellenek, akik nyilván valami kötődésük, hazafiságuk is van, de hogy ezt az őrültséget, hogy gyerekeket frontra küldeni, ezt felejtsük el, legyen vége a kényszer sorozásnak, ugye ennek lett a vége, hogy valamikor a 2000-es évek környékén el is törölték a kötelező katonai szolgálatot, és így valójában nem történt semmi, nem mondta azt az MSZP, hogy jaj, mi tévedtünk, milyen butaságot beszéltünk, mégis ez egy jó dolog, hanem egész egyszerűen a magyar politika olyan mértékig jobbra tolódott, olyan mértékben eltolódtak a kulturális preferenciák, hogy ma már egy baloldali politikus azt érzi, és nyilván nem azért, mert ő bármit is gondol erről, meg bármi viszonya is van erről, csak azt gondolja, hogy ezt kell mondani, ez hangzik jól, ez az, amivel nem veri ki a biztosítékot már baloldalon sem, és természetesen szimpátiát szerez jobb oldalon, ahol ugye a szavazatok többsége van. Egy ilyen mondatért 15 évvel ezelőtt szerintem repült volna az MSZP-ből, vagy repült volna az SZDSZ-ből. Tehát, hogy egészen döbbenetes, ahogy és úgy, hogy én nem feltétlenül értek egyet egyébként ezzel a baloldali állásponttal, szerintem valami fajta sorozásra adott esetben lehet szükség. Nem gondolom, hogy front tevékenységre, és nem gondolom, hogy kiképzés nélkül. Én nekem nagyon szimpatikus lenne egy olyan felállás, mint Svájcba, hogy mit tudom én, 2 évente, 3 hetente összehívják az adott körzetben lakó embereket, felkészülnek arra, hogy mi van, hogyha egy ellenséges támadás van, mit kell csinálni, és arra képzik ki az embereket, hogy a saját otthonukat védjék, a saját városukat, a saját folójukat, a saját hágójukat, és ehhez eszközöket, meg tudást is adnak nekik. Ez nekem egy szimpatikus dolog, de nem értem, hogy mi történt a baloldal álláspontjával, holva tűnt a pacifizmus, hova tűnt profi hadsereg, stb., hanem simán lenyilatkozó, hogy hát igen, ezeken a számokon javítani kell, egy még militánsabb, még jobban mozgósítható közeg kell Magyarországon, ami hát eddig azért nem volt a baloldal sajátja. Hazafias kiállással, azt úgy képzelem, hogy összecsapja a sarkát, örültökösséget tudod, az oktatás, meg az oktatás az, amit most Svájcról meséltél, tehát hogy 2 évente felfrissítjük, hogy laikusként egyébként így mit tudsz tenni. Én úgy képzelem az ő fejében az oktatást, hogy hát két elképzelésem, az egyik az, hogy tényleg oktatás, tehát az van, hogy mindenki, aki azt mondja, hogy hát én nem állnék be katonák, ne haragudj, vagy elmegyek az országból, vagy passzívan ellenállok, hát ezt nem tudom elképzelni, hogy én ott bohózkodjak, hogy a hallgatónk is írja, hogy aki életében nem fogott fegyvert, mert fiatal és nem volt katona, hogy fog harcolni kiképzés nélkül. Nyilván egyébként kap egy kiképzést, úgy fog harcolni, és az például oktatás. Na de hogy ezeknek szólnak, hogy nem akarsz menni? Nem. Gyere, van itt egy oktatás, gyere be, gyere, mondunk egy, gyere, na, gyere. És beül ott 2 hétig türelmesen, és a végén egyszerűen megszületik benne is a hazafias kiállás. A másik elképzelésem, amikor azt mondja, hogy oktatás, és mi lehet a fejében, mire gondol, az meg az ilyen érzelmi propaganda. Az nem oktatást, tudod, nem tényeket és módszereket közölsz, hanem szítod a gyűlöletet, és szerintem ő erre gondolt, hogy az oktatás az nála az, hogy elkezdünk ilyen
nem tudom, vámpírfejű ellenség fiaborját mutatni a tévében, hogy ő issza a gyerekvért, meg lángot fog önteni a szemgolyódba, és akkor ha ez elég sokszor le tud menni ez a reklám naponta, akkor ki lesz oktatva. És belpolitikailag nem veszélyes egy ilyen társadalmat nevelni, akiknek a fejében azt a gondolatot ülteted el, hogy ha valakitől félsz, vagy valaki ellen szenves neked, akkor lőd le. Tehát, hogy így, és a szürke hétköznapok, vagy boldog békeidők időszaka alatt, akkor így, tehát belpolitikailag nem. 20%, ha ez lenne a mondás, hogy valaki nem szimpatikus neked, lőd le, akkor így azt mondaná, hogy na végre! Na csak, hogy eljutottunk odáig, amit én úgy szeretném. Tehát érted, mert most lehet itt mutogatni, az oroszokra, vagy az ukránokra ebben a kérdéskörben, csak hogy az ember mennyire tudja akkor ezt, aki átvonul az országon, és veszélyes, és vodkát iszik, megkülönböztetni attól, aki összekarcolja éjjel a kocsi kulcssal az én autómat. Szerintem azért, hogy képesek lennének rá az emberek. De nem azt mondom, hogy nem képesek megkülönböztetni, hanem hogy megteremteni ezt a precedenst, hogy aki nem szimpatikus neked, azt erőszakkal távolítsd el, az szerintem borzasztóan veszélyes hosszú távon is, és megint egy 20. századhoz vezet. Aki erőszakkal jön, azt erőszakkal tudod csak megállítani. Nem igaz. Nem igaz. Nem igaz. Nem? Nem. Hát Gandhi. Hát azért volt ott elég sok erőszak, ne féljél, Gandhi alatt is. Tehát nem volt az annyira erőszakmentes a mozgalom. Maga Gandhi, hogy azt csinálta, hogy passzív ellenállással ki lehetett az angolokat szorítani, mert nem fizettek adót, nem csináltak azt, leálltak, sztrájkoltak, akadályozták a közigazgatás működését, de amikor egy ellenséges sereg jön, akkor ezek nem eszközök, hát nem opciók. Én azon gondolkozom, hogy mit csinálnék, hogyha most végigvonulnának az országon, hogy ne kelljen se fegyvert fognom, se elmennem az országból. Hova bújnék, mit csinálnék, hogy itt maradhassak, és várhassam, hogy elmennek innen. A hallgatók üzeneteiből válogatok párat, azt írja valaki, hogy az pont elég, mármint a 20%, a hadrafogható férfiak 20% az 4-500 000 férfi. Aztán írja valaki, hogy a maradj otthon nemzedékének az a következtetése, hogy kimaradni a háborúból a legmagasztosabb. Hát ez te lennéd, Dávid, de azt hiszem, hogy én is. Szerintem még a panel sem kéne elhagyni, az egyenesen hőstet lenne. Hisz így tartanánk fel a státuszkót a leghatékonyabban. Aztán írja más, hogy a támadók is önkéntesek általában, úgyhogy a védekezésre is elég az önkéntes hadsereg. Végül pedig azt írja valaki, hogy Balázs írja, hogy annyi kiegészítést tennék, hogy Magyarországon nem törölték el a sorkatonaságot, csak éppenséggel senkit nem hívnak be 2003 óta. Sziasztok, Dani vagyok, és szeretném kérni Sakirától azt a vaka-vakásat. Dani, jó lenne, ha megértenéd, hogy a kívánság műsor olyan szó összetétel, mint a békeharc. Vagy kívánság, vagy műsor. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Volt nekünk egy olyan adásunk, szerintem valamikor tavaly, hogy toxikus tanárdumák, itt megemlékeztünk egy-két mondatról, amit egy életre pontos szórendjével együtt benne felejtett a tanár a diákok fejében, és még 40-50-60 éves fejjel is fel tudják ezeket idézni. Ezek a toxikus tanárdumák, szeretettel várjuk a rémtörténeteket a 06:30-011-07-25-ön, amennyiben részt vennétek ebben. Olyan pillanatoknak érzem én ezeket, és hallgatóktól kapott ilyeneket fogok felolvasni, amit még az előző adásban, amikor ezzel foglalkoztunk, nem olvastunk be, amik túlságosan előre hozzák azokat az élethelyzeteket, amik lehet, hogy majd meg sem történnek az illetővel. Tehát vagy nagyon grafikussá teszik azokat a traumatikus helyzeteket, vagy akár az életüknek a feltételezett végét, amit lehet, hogy soha nem kell átéljenek, de az is lehet, hogy éppen ez épít empátiát az emberben, vagy ez az, ami áttöri azt a gátat, hogy ne legyen az ember ignoráns
azzal kapcsolatban, ami mással történik. Lehet, hogy az is traumatizáló, hogy ezeket mi elismételjük, de mi nem tanárhelyzetben vagyunk. Tehát képzeld azt el, hogy, és akkor itt írja nekünk a hallgató, hogy 94-95 körül egy magyar tanár mondja ezt a nyolcadikos osztálynak, hogy lehet abból a fél évi bizonyítvány után lehet abból az ötösből kettes is az év végére. Hát képzeld azt el, hogy ezt a hátbaveregetést, ezt a drukkolást, csapattársiasságot kapod a tanártól, amikor sikerül az ötöst összeszedni fél évkor, hogy tulajdonképpen ő abban a bukásban reménykedik, hogy majdnem ne sikerüljön az év, de azért ne legyen karó, hanem kettes legyen, hogy még jövőre is együtt töltsük. Ami hülyeség, mert ugye nyolcadikról beszélünk. Nyilván nyolcadikban egyébként sokszor előfordul az, hogy fél évkor tudod, megadják a jobb jegyet, mert a nyolcadik fél éves jegyet viszik a gimnáziumi felvételihez, és nyilván ez hatosztályos meg nyolcosztályos esetén az azt megelőző negyedik évfolyam, vagy a hatodik évfolyamnak a fél éves jegye. Lehet, hogy itt erről van szó. De a kettes az nem azt jelenti, hogy próbál veled kicseszni annyira, amennyire csak tud, de azért azt nem vállalja be, hogy egy évvel többet legyetek együtt, mikor megbuksz. Igen, átengedlek, de egyébként meg, és akkor mi van? Tehát, hogy az évvégi eredmény már nem a felvételi eredmény, de azt az üzenetet mindenképpen tartalmazza, hogy én most itt tettem neked egy gesztust, úgyhogy erre emlékezz életed végéig, minden esetre amíg nekem hatalmam van fölötted, és ezt az intézményt el nem hagyod, én a sarkadban leszek. Valahogy én ezt érzem benne. Aztán, igen? Nem csak így érdekes, hogy nekem nem voltak ilyen tanárélményeim egészen egyetemig. Tehát inkább az volt az érdekes, hogy volt, akit így megjegyzett az ember, hogy voltak az ilyen nagyon empatikus, nagyon jó fej, nagyon normális tanárok, meg tanárnénik. Voltak az ilyen végtelenül keserű, meg szomorú, sorsú, ilyen... Volt például egy olyan napközis tanárom, aki, mit tudom én, egy 50 éves férfi volt, és az anyja jött elé az iskolába, és vitte haza az 50 éves fiát. Meghalt azt hiszem a testvére, vagy valami ilyesmi volt, és együtt élt az anyukájával. Tehát ilyen borzalmas sorsok voltak, akiket igazából sajnált az ember, és voltak az ilyen bántalmazó tanárok, de őket sem nyilván nem szerettük, nyilván nem sajnáltuk, de valójában olyan durván nem tudtak bántani, hanem azért kigúnyoltuk őket a hátam mögött, meg láttuk a nyomorultságukat. Nem voltak félelmetesek ezek a tanárok. Tehát nekem ez a félelmetes, toxikus tanár, aki jön és belemar az emberbe, és így tönkreteszi az életét, az nincsen meg egészen egyetemig, mert ott jelentek. Nekem meg, sincsen meg, de volt egy pár adással ezelőtt, hogy beszélgettünk, itt én meséltem ilyen gimnáziumi élményeket, és te megmondtad, hogy azt hitted, hogy ilyen rémborzalmak lesznek, én meg ilyen semmilyen dolgokat meséltem, és akkor esett le nekem, amikor utána elkezdtem kommenteket olvasgatni, tök rosszul kommunikáltam le, hogy engem nem az zavart, hogy ilyen nyomorúságos körülmények között kellett volna általános iskolába vagy gimnáziumba járnom. Pont a dolgok túlgondoltsága volt az, ami engem annyira irritált, meg felidegesített, hogy ilyen semmire kellő, fölösleges, csak ránk tartozik dolgokat vettek egyszerűen annyira véresen komolyan, hogy ez ilyen irritáló lett. Ilyen félelmetes tanárt, akitől úgy rendesen rettegnék, és tényleg így lohol a nyakadban, és ilyen toxikus, ilyen tanárt én sem ismerek. Ilyen kis köcsök tanárokat ismerek, akik ilyen idegesítőek, és így ugrál rád, és közben meg látod, hogy milyen szánalmas, és tudod, hogy ő is hazamegy, megmikrozza a rántott húst, és fel van állítva a ruhaszárító a nagy szobában. Tehát, hogy és ezért haragszom rájuk, mert hogy ott tudnak ott tudják megmutatni, hogy ők mekkora janik, meg hogy mennyire emberkednek, amikor ilyen kis 8 éves
kis szennyes kölykök közé vannak berakva. Valakiből ezt hozzak ide közben. Ezek mellett jóval nagyobb számban ott van, aki mondjuk partner abban, hogy neked a felvételinél pontszámot jelentő osztályzatod meglegyen, és nem pitiánerkedik utána, hogy akkor fél évig a sarkadban van, hanem hát, hogy mondjam, elő, hogy dominókártyásan kezeli a sztorit, tehát ha te előtte azért évekig a keze alatt dolgoztál, akkor ismer annyira, hogy tulajdonképpen rászolgáltál, vagy nem akar neked egy rossz sorsot, nyilván egy kettes tanul nem fog ötöst kapni, de aki a négyes és az ötös között bukdácsol, vagy négyes alára áll, de kaphat két felelet lehetőséget, hogy behúzódjon oda két ötös, és ötös legyen az a jegy, ez tulajdonképpen minden további nélkül megteheti. Nyilván több felé tartozik elszámolással, ugye az iskola azáltal, hogy a diákoknak nagyobb részét veszik fel abba az intézményben, ahová menni akart, azzal felpozícionálódik. Na de vajon, ha akkor mindenkinek beírok egy ötöst, akkor én viccet csináltam abból, hogy a számon kérés az része az én hivatásomnak. Ugyanígy, ha túl könnyű kézzel osztogatom az ötösöket, és közben meg az anyagot nem tudjuk, akkor meg viccet csináltam abból, hogy hát én választottam magamnak ezt a tantárgyat, amit tanítani szeretnék, én ezt fontosnak és érdekesnek találtam, és a küldetésem az, hogy minden osztályi gyerekből megtaláljam azt az egyet vagy kettőt, aki ezt a pályát folytatni fogja, és ha itt csak szórom a jegyeket, akkor lehet, hogy 10 év múlva az én tantárgyam az le fog süllyedni a legkevésbé megbecsülteknek a szintjére, tehát akkor azért akármennyire nem lehet partner. Mondok még egy példát szintén hallgatótól, azt írja, hogy május egy általános iskola osztályfőnök azt mondja, hogy én a Fanándort is tanítottam, és a mai napig, amikor találkozunk, mindig így szól hozzám, mindenben igaza volt Marika néni. egy nagy sztori, hogy akkor azért itt ez egy visszaigazolt intelem, bármiről is legyen szó. Amúgy meg ugye tudod, könnyű sikeres emberként azt mondani, hogy valakinek mindenben igaza volt, vagy hát úgy visszatekinteni mondjuk az intézményre, hogy az jó volt. Nekem az osztályfőnökeimnek a sorában nincsen igazán olyan folt, hogy azt mondtam volna, hogy egyszer nagyon rosszul jártam, és mindig láttam szomszédos osztályokat, egyel fölöttünk járó osztályt, aki kifogta azt a tanárt, akiről az egész iskola úgy gondolta, hogy tényleg csak vele ne kelljen egy teremben tartózkodni, és azért volt pár ilyen, főleg általános iskolában, és én mindig jól jártam. Az nyomorult lehet, ha számodra nem csak egy, tudod, az a tanár, aki a kisebbséget jelenti, de nagyon emlékezetesen nyomorult körülményeket terem, az nem csak a töri tanárod, vagy a matek tanárod, vagy az ének tanárod, hanem ő az osztályfőnököd, vele fogsz elmenni kirándulni. Egy buszos, egy vonatos utat, meg egy ottalvós kirándulást kell abban a közegben végig szenvedned, ami 45 perces tanóra esetén is gyomorideget jelent. Nekünk ez volt, amikor elkezdtük a 9. osztályt, hogy kaptunk egy olyan osztályfőnököt, aki ilyen nagyon, hát ilyen híresen, hát szereti ő a viccet, csak nem érti kategóriába esett, tehát hogy őt annyira nem kedvelték a diákok, és szerencsére nekünk, tehát egyik se, tehát nem az volt nekünk, hogy hú de szerettük, vagy az, hogy hú de nem szerettük, és akkor így a háta mögött ki kell gúnyolni, vagy valami. Nekünk egy nagyon dacos osztályunk volt gimnáziumban, és így a 4 év alatt egyszerűen olyan mértékig közeledtünk egymáshoz ehhez a tanárra, hogy így, bár ő azt gondolta az osztályról, hogy ezeket a kreténeket, mi meg azt gondoltuk róla, hogy ezt a kretént. A 4. év végére így borzasztóan megszerettük egymást, és ő nagyon sok dologban lazult, mi meg nagyon sok dologban komolyodtunk. Tehát, hogy hogy ez nem egy ilyen megbonthatatlan kapcsolat így a diákok meg a tanár között, és ezt én is érzem, és az, hogy pont egy osztályfőnöknél... De vajon ezt hányszor tudja végigcsinálni? Mondjuk osztályfőnökként lehet, hogy 4 éves ciklusban igen, de minden évet nem kezdhetek úgy, hogy elindítok egy 4 éves utat egy osztállyal, és először utáljuk egymást, és a végére középen találkozunk.
hiszen akkor, ha nem tudod, a következő osztályjal már egy picit nyitottabb leszek, hiszen az előző eljuttatott engem annak a állapotnak a feléig, amit gondoltam ezekről a kis taknyosokról. Az előző tanárnak a mondása, hogy itt írja a hallgató, kb. 15 évesek voltak, azt mondta, nekem minden büntetés végrehajtó intézményben van rokonom, és elvitethetném mind a 16-otokat. De ez csak ilyen fenyegetőzés. Hát persze, hogy fenyegetőzés, de mondjuk tegyük fel valamelyik gyereknek börtön belül az anyja vagy az apja, és az hallja ezt, hogy tulajdonképpen már nem kapod meg a maradék 3 évet sem, hogy esélyed legyen leérettségizni, hanem még egy rossz szó, még egy szalámi zsömlén megcsörren az ezüst papír, akkor kezdődik a apád sorsának a folytatása. Legalább találkoznak. Én egy olyat írtam... Ez tök pozitív volt. Én egy olyat írtam ide fel, hogy akkor ehetsz, ha engem látsz enni. Tehát, hogy órán van ez, hogy nem szabad enni, inni, hanem majd akkor, hogyha engem látsz. De ezzel meg tulajdonképpen azt kommunikálja le a tanár, hogy te nem kezdeményezheted azt, hogy itt éhes vagy, vagy szomjas. Ellenben, ha én úgy jövök ide be órára, hogy történetesen éhes vagy, szomjas vagyok, akkor én ehetek, ihatok, te meg ugyanekkor csak ezen alkalmakkor ehetsz, vagy ihatsz, függetlenül attól, hogy te most épp szomjas vagy-e, vagy nem. És itt nem arról van szó, hogy... Na, de valószínűleg nem fog élni ezzel a lehetőséggel. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy azt vezeti be, hogy majd amikor ünnepség lesz, és úgyis muszáj ennünk valamit, mert az része lesz mondjuk a megemlékezés, vagy hogy osztályfőnöki órán pilótakekszezünk, mert az Áginak névnapja van, a két Áginak van névnapja, és a Szabolcsnak szülinapja, akkor majd lehet enni, hanem azt vetíti előre, hogy nincs itt semmiféle rend, egyszerűen majd, ha szükség rám hozza az evést, akkor abból rendet fogunk kovácsolni. Akkor az onnantól alkotmányba iktatjuk, hogy lehet enni, de amíg én nem leszek éhes, addig nem. Ez egyébként egészen addig rendben is van, amíg egyszer nem éhezik meg. De volt ilyen rendszeres, hogy megéhezett. De szerintem tehát alapvetően például ez is egy olyan helyzet, hogy nincs jó válasz a tanárnak. Tehát, hogy elkezd a gyerek enni az osztályba tanítási idő alatt mit csináljon? Próbál mondani valami szellemeset, ami mégis az autoritását valahogy megvédi. Valójában az a probléma, hogy azért borzasztó nehéz szakma többek között a tanárság, most túl azon, hogy egy ilyen végtelen éjjeli őrség a falon, ahol a valójában a sikeredet nem éled meg, hanem elmennek a gyerekek, és te kezded előről, majd előről, hogy egész egyszerűen borzasztó nehéz úgy tanítani, hogy alapvető emberi, alapvető társadalmi normák nincsenek megtanítva. Milyen a gyerekeknek. Például azt, hogy tiszteljük a tanárt, például azt, hogy nem eszünk. De majd tisztelem a tanárt, hogyha ő kivívja a tiszteletét. Ez a probléma. Tehát, a tekintélyt a tisztelettel rendszeresen keverik össze. A tisztelet nem jár. A tekintély az hozzátartozhat az ő erőszakossághoz, vagy a pozíciójához. Az ő pozíciójához, az ő felelősségehez jár a tisztelet. Hogyan vívja ki a tiszteletedet, üssön meg, verjen meg, mit csináljon? Üssön meg, verjen meg, és akkor majd kivívja. De szerintem a tisztelet és a tekintély ebben az esetben tök ugyanaz. Nem ugyanaz, mert azzal nem fogja kivívni a tiszteletet. Aki kajál az órán, az a tekintélyt látja, csak a tiszteletet, nem? Nem, aki mondjuk kajál az órán, és azzal a tudattal kajál, hogy tudja, hogy ez a tanárnak szarul esik, az azért kajál az órán valószínűleg, mert nem fontos neki ez a tanár, mert más sem csinál, csak megkeseríti az életünket, és nem a tantárgyal. Igen, tehát ő törleszt, és itt nem a tantárgyal van szó, vagy hogy én hú, de utálom a biológiát, mert nekem voltak olyan tanáraim, akiknek a tantárgyát nagyon-nagyon utáltam, és magát az embert mégis tudtam tisztelni, mert elérte azt, hogy tiszteljük. Szerintem, nézzük, ez kb. A közoktatásnak a problémája, egyik nagy problémája, ti is szülők lesztek, ezt a mentalitást el fogjátok mondani a gyereketeknek, aki oda fog menni abba a közegbe, és úgy viselkedik majd
majd ahogy viselkedik, és ahogy ma a gyerekek egy komoly része viselkedik. De nem lehet, hogy nem a gyerekeknek hogy kéne megtanulni? Hogy nincsen gyerekszobájuk. A gyerekeknek tiszteletet, tekintélyt, tehát tiszteletet kell adniuk a tekintélynek, hogyha akkor hozzuk ezt a két szót egyetlen mondatba. De, azért kell, de igaz, mert egész egyszerűen életmentő. Életmentő az, hogy hogyha azt tudod, a szülőt, de ne csapkodjál. De ne legyél ideges. Figyelj, hogy mondjam, tisztelnie kell a felnőttet a gyereknek, pusztán azért, hogyha rászól, hogy ne fuss át az úton, ne fusson át, mert egész egyszerűen életet ment a tisztelet. És az nem elment életet, hogy nem mehetsz órán, és akkor kérem az ellenőrzőt, nem. És jaj, úristen, beírnak, és akkor mi van, arról van szó, hogy valóban a tiszteletet nem tudja kivívni, megtartani némelyik tanár, nekik egyszerűen olyan a szaguk, olyan a viselkedésük, mint a közéletben, amikor két ember ugyanazt követi el, mondjuk nem tudom, adócsalási ügye van, és az egyiket végighurcolják a bulvár sajtón, meg mindenhol mutogatják, a másikkal kapcsolatban meg szép csöndben egy picit megbocsátóbbak, mert az az ember számukra előtte az egyik az irritáló volt, a másik pedig kedves. Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Börzsei Dáviddal. Itt a Spirit FM-en. Hallgatónk írja a tanároktól származó emlékezetes kellemetlen mondatok kategóriában. A tanárok már az én időmben is egész kicsikorban elültették a gyerekfejekbe, hogy nem irodában dolgozni, hatalmas szégyen. Így a kivitelezők, szarképességűek vagy deviánsok. Nyilván valamilyen építőipari iskoláról van szó. Tehát, hogy ott eleve bekódolták neki, hogy ez nem sikerül jól mondjuk a tervezés, lesz egy tök korrekt melója, de azzal kapcsolatban érezze rosszul majd magát. Igen. Jó, van egy ilyen bölcsészlenézés, az biztos a kétkezi munkásokkal, a szakemberekkel szemben. Itt pont fordítva volt, tehát aki nem irodában intézi a pályázatot és a terveket és a megrendelést, hanem konkrétan meg kell fogni a lapátot, vagy ki kell mennie az építkezésre, vagy nagyjából egy építkezésre dolgozni, akkor az vesztes, rossz képességű vagy deviás. Na igen, ezt mondom, hogy van egy ilyen bölcsészlenézés a tanár részéről, de hát szerintem egyébként szerencsére ilyen értelemben a piac ezt felül fogja írni, hogy amikor ilyen szakmunkás bérek vannak, meg ennyi jön ki. Na most milyen teli pofával röksz? Nincsen tisztelet, vagy tekintély, vagy mind a kettő benned? Most örülsz? De Az, hogy a tanárnak jár egy alapvető tisztelet, pusztán a pozíciója szerintem a gyereknek is jár egy alapvető tisztelet. Szerintem ez mind a kettőnek, tehát a társadalmi együttéléshez kell egymás iránt szerintem, valami fajta minimális tiszteletet. Szerintem kegyelem jár a gyereknek, és tekintélyen rendelkezik a tanár. Én most a Tasnádival értek egyet, szerintem is meg kell, hogy legyen ez a kölcsönös tisztelet, csak amikor így erről beszéltünk korábban, hogy a tanár irányába kell, hogy legyen tisztelet, akkor én valamiféle többlet tiszteletre gondoltam, és én nem gondolom azt, hogy egy tanárnak és egy gyereknek, vagy egy diáknak, akkor hívjuk így, egy alapbeállítottságból, vagy egy alapállásból kéne bármilyen irányba többlet tisztelettel rendelkeznie egymás iránt, mint az alapvető emberi tisztelet. Csak annyiról van szó, hogy az másik is ember. Nem hiszem, hogy itt az iskola, a tanár, vagy a diák szerep az... Lehet, hogy azért nem értjük egymást, mert én tisztelet alatt alapvetően azt értem, hogy az ember udvariasan a másik pozíciójához képes kell, hogy megnyilvánuljon a különböző helyzetekben. Tehát nyilván, hogyha egy tanár előadást tart, akkor nem kezdek el zabálni. Nyilván, hogyha egy gyerek rosszul viselkedik, akkor nem csapom pofán. Tehát, hogy én nagyjából ezt gondolom, hogy, hát hogy vannak ilyen... Felrúgják ezt a vélt megállapodást. Én tökéletesen egyetértek veled abban az esetben, amikor először beszélsz valakivel. Tehát a megelőlegezett tisztelet, azt szerintem az valami, hogy úgy nyiss rá valakire, úgy szólítsd meg, hogy feltételezett, hogy partnerként kulturáltan fogtok tudni viselkedni, és pláne olyan
hogy mondjam, érdek nélkül nem törtök egymás életére legalább. Tehát, hogy nem lesz az, hogy te csak azért, hogy a másiknak rosszabb legyen, amint te nem nyers semmit, pitiánen módon megkeseríted az életét, akár diákként a tanárnak az életét, akár tanárként a diáknak az életét, akár ember-embernek az életét. Így kezdtek el egy együttműködés, de ezt egy mondattal el lehet rontani bármelyik oldalon. Na, ez a szörnyű. Na látod, szerintem ez a szörnyű, ez a wokizmusnak, mindenfajta túlérzékenységnek az alapja, hogy itt egy mondat, nem, túl kell tudni lépni, öreg, vannak rossz mondatok, van amikor fáradt, ideges, rosszul fogalmaz, legyél nagyvonalú, próbálj mindig az együttműködésre törekedni, nincs olyan, hogy egy mondat is akkor elvágta magát, nincs olyan szituáció, ahol egy mondattal hagynod kell, hogy tönkre menjen a kapcsolatod bárkivel, munkatársaddal, kollégáddal. Van, nem, akkor nem egy mondat. Tehát, esetre le lehet építeni ezt akkor módszeresen. Módszeresen le lehet. Azt vettem észre, hogy még a tanárok között sincs meg egy ilyen nagyfokú tisztelet egymás irányába, már hogy főleg azokban a szituációkban, amikor mondjuk így el kell magyarázni a diáknak, hogy miért a te tantárgyad a legfontosabb. És ez egy ilyen tök gyakori jelenség, amit észrevettem, hogy ha megkérdezi a diák, hogy nekem ezt miért kell tudnom, akár otthon kérdezi meg, de most elsősorban a tanárokra gondolok, akkor így biztosak lehettek benne, hogy minden kémia tanár el fogja mondani nektek, hogy mert sose tudhatjátok, hogy mikor lesz az, hogy beszorulsz a kémia szertárba, fogy a levegőd, és neked tudnod kell, hogy most káliumpermanganátot kell hevíteni, hogy oxigén keletkezzen. És olyan szürreális, abszurd szituációkat mondanak nektek, ez valami hihetetlen szerintem, és hogy mindegyik tanár így gondolkodik, és utálják is egymást, ugyanez a lenézés még van bennük, mint ez a blue color, meg white color workers, amiről beszéltünk, hogy kétkezi munkát végezett, tehát szerintem a földrajztanár az nagyon gyakran, nagyon utálja mondjuk az énektanárt. Igen, de egyébként én itt is valahol empatizálok a tanárokkal, mert tényleg az van, hogy le vannak dobva egy harci területre, rossz fegyverekkel és egy teljesen téves térképpel, hogy merre kell menni. Tehát, hogy azért nehéz elmagyarázniuk, hogy miért fontos, hogy fontos, stb., amit tanítanak, mert nekik sem magyarázták el. Tehát nekem például ilyen mániám, hogy a magyar irodalom, hogy az nem azért fontos, és bármilyen magyar tanárt megkérdezel, el fogja mondani, hogy azért fontos, hogy tudnunk kell a saját népünknek, kultúránknak, saját örökségünket, mi történt a világirodalomban, mi történt a magyar irodalomban, mi egyrésztől igaz. Másrésztől én mégis azt gondolom, hogy a magyar irodalomnak a legfontosabb funkciója, egyáltalán az irodalomnak, az olvasásnak, az valami fajta önismeret, valami fajta személyiségfejlődésnek a katalizálása olvasmányélményekkel, hogy ne kelljen minden saját tapasztalatból megtanulni. Hát különböző férj a nyelven keresztül mélyebb rétegekhez, akár hogy befogad, akár hogy ki tud fejezni magad, hogy megtörténhessen veled az élet, úgyhogy nem egyedül vagy benne. Hogy felismert, hogy milyen nagy dolgokat tudnak valakik szavakba önteni, és hogyha neked valami fáj, és kikívánkozik belőled, akkor ime a lehetőség, mások így éltek vele. Szerintem ennél sokkal fontosabb az irodalomban a vélemény pluralizmusnak az elsajátítása. Az, hogy hányféle látásmódot, mert ennek a nagy része azért mégiscsak mondjuk akkor filozófiai kérdéseket feszeget, tehát mint tudom én, az aranyvirágcserép vagy a Kándíd, ezek mind tök máshogy nyúlnak hozzá az élet nagy kérdéseihez, és szerintem tök fontos az, hogy valaki megismerjen nagyon sokféle látásmódot, de hogyha... De arra gondolsz, amikor mondjuk együtt értelmezik a kötelező olvasmányt az osztályban, és akkor egy szórakoztató beszélgetés lesz arra, Nem az irodalom órára gondolok elsősorban, hanem annak az elmondására, hogy mit tudom én mondjuk ezt vagy ezt jó, hogyha elolvasod, mert egy nagyon újszerű és adott esetben szélsőséges vélemény kifejeződik benne, és nem kell, hogy az egész olvasmánnyal egyetérts, csak hogy kimazsolázd belőle, ami szerinted mondjuk tök jó, meg ami megmarad benned, ugyanakkor én azt is gondolom egyébként, hogy ha valaki ezt nem az irodalommal szeretné elsajátítani, annak ellenére, hogy szerintem vannak olyan
dolgok, amiket jó, hogyha elolvas az ember, hanem mondjuk a filmeken keresztül, akkor én azt is így tökre támogatom, meg tökre elfogadom, hogy vegyük be mondjuk az irodalom órába a filmeket. Nyilván ez is szerepet. Mondom, én például a legfontosabbnak az önismeret részét tartom. Tehát annak, hogy értse meg a kamasz gyerek, hogy mi zajlik benne, mm-hmm. hogy ez mással is zajlott, máshogyan oldotta meg ezeket a problémákat. Ezért lenne fontos például kortárs irodalom, és nem az a fajta kortárs irodalom, ami a kortárs irodalom, hanem például, ami a Pál utcai fiúk volt a maga idejében, tehát olyan ifjúsági irodalom, vagy amilyen a Harry Potter volt talán ez egy évtizeddel ezelőtt, ami tényleg kulcsot ad a kamasz gyerekeknek a világ értelmezéséhez. És az akárhogy is nem Berzsenyi Dániel katona versei lesznek, meg istenes versei, mert ahhoz se a nyelvhez, se a problematikához, se semmihez nincsen hozzáférése, de még a Candide is azt gondolom, hogy egy végtelenül nagy kihívás mondjuk egy 16-17 éves intellektusnak. Tehát, és nem azért tudják. Én vizionálok egy gyereket, aki egy-két évig nem mer a fűvészkert közelébe menni, de vízhez sem, nehogy nem ecsek sorsára jusson. Lehet. De hát, de közben meg valahol szembesülnöd kell tudod, az ilyen balsorsokkal. Most nem tudom. Tehát abból már nem azt veszed ki, hogy hát jó, másnak is volt tüdőgyulladása, hanem azt, hogy jobb sorsod van, mint jó, de egyébként másnak a rettenetes. Tehát, hogy ilyen szempontból egy kalap alá esnek a Berzsenyinek a katona versei, meg a kálium permanganát hevítése, meg az oxigén keletkezése ezáltal, hogy ez az a tudás, amit én elhiszem, hogyha te ebbe az irányba szeretnél tovább menni, akkor erre neked, mit tudom én, még csak azt sem akarom mondani, hogy szükséged lesz rá, de jó, ha tudod, mert minden mindennel összefügg, tehát, hogy így kb. Így ezt meg tudom neki adni. De amikor ilyen gimnazista gyerekeket így tényleg ezzel fárasztanak, és én hiányolom, vagy szerintem kicsi a felhozatal azokból a tanárokból, akik így azt mondják a diákoknak, hogy át srácok, én tudom, hogy ez nagyon szar, hogyha nem ezt tanítanám, akkor én se akarnám tudni, de légy, muszáj megtanítanom, mert ez van a keret tantárban, hanem ez a másik tantárgyainak végtelen lenézése és a saját tantárgyad egyszerűen mindenki fölé emelése, amit egyébként itt a munkásokról is mondtunk. Van egy ismerőzésem nekem is volt mindig, hogy minden mindenki a sajátját a másik fölöttinek gondolja, és nem véletlenül, hiszen jobban belelát annak a fontosságába, de volt ilyen, hogy következő órán dolgozatot írunk a B tantárgyból, és akkor mondja ezt az A tanóra közepén, ahol a fél osztály ugye tanulja a következő órai anyagot, és nem figyel. És akkor mindig elhangzott, hogy az semmire nem jó, és most ide kellene figyelni, meg ez, nyilván az is, hogy ezt otthon kellett volna. Van egy ismerősömnek egy videója, azzal ő ilyen online tartalmakat gyárt, azzal kapcsolatban, hogy lenézik így másoknak. Tehát ez nem munka, ez nem tantárgy, tehát hogy ezek a vélemények, ezt most nem akarom ide beidézni, csak így ajánlom mindenkinek, mert szerintem egy szellemes videó, ami tök jól reflektál a dologra, ez a Menj el inkább dolgozni című videó az Ungdani csatornán YouTube-on. Én még írtam ide egy ilyen toxikus tanárdumát, hogy amikor így két diák civakodik, és azt próbálod meg közölni a tanárnak, hogy miután egyenlő mértékben szankcionált titeket, hogy ő kezdte, és az a válasz, hogy te meg folytattad. Hát ez így, értem, hogy folytattam, de hát bocsánat, hogy mikor a gyuszika nekem vágta a széket, akkor nem azt mondtam, hogy ennyi gyuszika, és akkor andalogtam oda. Hát de elhárítottad a széket, elfutottál, vagy szóltál valami felnőttnek, vagy visszadobtad az asztalt. De nyilván az a megoldás, hogy szólsz valami felnőttnek, aki reálisan képes ezt a helyzetet megcsinálni. Ne nevezzük toxikusnak ezt a mondást, tehát lehet, hogy nem a helyes eljárás ebben a helyzetben, lehet, nem tudom. De azért a toxikus az valami olyasmi, ami traumát okoz, ami megmérgezi a gyereket, stb. Azért... Mondok egy jó példát. Nekem az igazságérzetemet ez borzasztóan triggerelte mindig. Aha, lehet.
Azt írja a hallgató, elsőben vagy másodikban a tanítónéni, tehát az általános iskola megütött, ha jól emlékszem, a fejemet vert a padba, és vérzett az orrom. Apám bejött ezt számon kérni rajta, amire azt mondta, nem emlékszik ilyenre. Miután apám elment, azt mondta az osztálynak, hogy mivel én árulkodtam, ma az egész osztály nem megy az állatkertbe. Zárójel, szó sem volt arról eleve, hogy megyünk az állatkertbe. Tehát elvett valamit, amit nem adott. Egész nap hallgattam az osztálytársaktól, hogy köszönjük Levente. De micsoda ördögi gonoszság, nem? Ez valami rettenetes. Miért beleveri? De várjatok, hát nem menjünk el amellett, hogy beleverte a padba a fejét. Hát ördögi gonoszságnak neveztem, én az egész csomagot neveztem annak, tehát, hogy igen. Egyébként a szörnyű az a tanár, az tényleg nagyon szörnyű és nagyon mérgező tud lenni, akinek valójában egyetlen motivációja a hatalom, és igazából azért szeret tanítani, mert ott ki tudja élni az ilyen típusú ambícióit, hogy fönökösködhet, és emellett még mondjuk erőszakos, meg mondjuk ilyen típusúan manipulatív és gonosz is, az tényleg nagyon-nagyon toxikus hát lehet. Ez a Zongora tanárnő című film, az erről szól. Nem tudom, láttátok-e? Én láttam, de csak a szex jelenetre emlékszem már. Meg a volt valami nagyon beteg szex jelenet, de nagyon jó volt. A Zongorát ott Új-Zélandon, a tengeren keresztül, és a Harvey Keitel meg ilyen, nem tudom, valami benszülött formát alakít. Nem erről beszélünk? Vagy, nem. Vagy pedig a, nem, nem. Az a Zongora. Te a Zongora tanárnőről beszélsz, ahol a tanítványával összejön a nőci, és akkor ott... És hát ilyen pszichopátiás az egész nő. Az ilyen léptenyomon mindenhol egymásnak esnek. Igen, aha. igen. Te a lényeget láttad belőle. De ez, ja. Ez körülbelül úgy olyan lehet, mint az a Szerelem című film, amiben van egy ilyen konkrétan pornográf jelenet. Hát nem egy. De ha, több. De ha azt úgy külön megnézed, akkor tetszetős. De ha a történetbe ágyazva nézed meg, akkor addigra már tudod, hogy milyen keserű sors lesz belőle után és úgy meg már egyáltalán nem tűnik izgatónak. Tehát tudod, hogy most történik meg az, ami miatt teherbesik az egyik csaj, és ezért ez a ninfomániás az életét, mint akit szeret. Ja, de a ninfomániás az tök ugyanez. Hát érdemes így... részletekben nézni ezeket, gondolom. Aztán ez érdekes történet, azt írja hát nem tudom, én felolvasom szó szerint, azt írta a hallgató, történelem hamisítása az XY gimnáziumban. Az 56-os forradalom és szabadságharc idején másfél éves csecsemő tanár, történelem tanár mondja, hogy belőttek az ablakon, orosz golyó volt, a mai napig megvan a helye. Ő ezt történelem hamisításnak éli meg. Lehet, hogy az ablakon van meg a helyen. Nem tudom, hogy mi a... Nem, az, hogy orosz golyó? De lehet, hogy a testén van meg a... Nem, nyilván. Csak hogy én ebben inkább azt éreztem, hogy itt valaki, aki másfél éves volt, tehát dönteni nem tudott arról, hogy az események résztvevője legyen-e, megpróbál 56-ossá előlépni, mint aki tudatosan, gyakorlatilag a legfiatalabb pesti srácként szenvedte ezt el. De közben meg gondold el, hogy beszélni nem tudsz, emlékeid homályosan vannak, mégis egy olyan élményed van egy lakásban, mint kb. Mint egy betörés, tehát hogy rád rontottak, betört az ablak, golyónyomban a falban, és utána neked emlékeid nincsenek, de végig beszélnek róla, nem javítják ki ezek szerint, és te egyre borzalmasabban képzeled. Tehát itt a toxikus az nem az, amit a tanár tesz, hanem hogy neki a gyerekkorában volt egy olyan esemény, amiből végül is nagyobb baj nem lett, viszont mivel saját emlékei nincsenek róla, de valahol így legbelül emlékszik, hogy történt valami szörnyűség, ahányszor beszél róla a család, ő újra és újra megpróbálja valahogy feleveleníteni, vagy elképzelni, és lehet, hogy egyre szörnyebben képzeli, vagy lehet, hogy úgy telik a gyerekkor, hogy azt gondolja, hogy minden másnap ugyanez megismétlődhet, és hát ezt egyébként meg tudod, a világ negyede így él napról napra. Ja. Egyébként toxikus tanárokról nekem még az jutott eszembe, nincs dumám hozzá, de megvan a figura meg a karakter előttem, amikor egy viszonylag fiatal, hát viszonylag 40 körüli tanár áll az osztályba, és próbálja bullyingolni a 17 éves fiúkat, hogy imponáljon a 17 éves lányoknak.
Tehát nekünk volt ilyen tanárunk, aki kifejezetten próbált poénkodni, próbált keménykedni, és ilyen minden módon kedvezett a lányoknak, kedves volt velük, tehát hogy egy ilyen, nem mondom, hogy udvarlás volt, bár egy tanítványát vett el, azt hiszem később feleségül, de egy ilyen bájgúnárkodás azért így folyamatosan. De egy ilyen olcsó alfáskodás a derékigérő gyerekek között. Jó, nem, mert 17 évesek, de mégis. Megvertük volna, egy az egybe megvertük volna, de mégis így tudott velünk keménykedni, mert hát most azért nyilván nem veri meg az ember a tanára. Nekünk olyan volt, amikor mentünk egyszer ilyen természetesen alkoholtól és egyéb tudatmódosítószerektől mentes erdélyi kirándulásra minden március közepe környékén jó kapcsolatot ápolni külhoni testvéreinkkel, és nagyon hangosan énekelni az ismerős arcoktól a nélküledet. Akkor volt olyan, hogy így jaj, de nagyon pisilni kell az egész busznak, álljunk meg, és megálltunk egy ilyen erdő szélén, és az volt a mondás, hogy jó, akkor először lányok külön, menjetek be jó mélyen a fák közé, hogy már ne lehessen látni titeket, de azért így csipkedjétek magatokat, és akkor jönnek vissza a lányok, jó fiúk, nem mész el, itt maradsz, és hogy itt megálltok egymás mellett itt a busz szélénél. Aha. És úgy, tehát a lányokat direkt jól beküldték, hogy senki ne lássa őket, a fiúkat meg ilyen tornasorba egymás mellé állították, hogy így lehet, kell, vagy nem. Tehát, hogy ment ez a megaláztatás így ezzel, hogy akkor ti most itt egy ilyen össznépi pislantást... A fiúkéra nem, ezt így meg kell szokni. Hát nem is az, hogy nem vigyázunk rá, hanem meg volt tiltva, hogy bejelmény. De ezen az élményen vásárolod meg a könnyű pisilést egész életedben, amíg a női WC előtt kígyózó sorok állnak a színházi két felvonás közötti szünetben, addig te gyakorlatilag sarkon fordulsz, és már vissza is ültél a bársai. Nem ezen vásárolod meg, tehát hogyha ez nem történt volna meg, akkor is megkapnád. Egyébként igen, megadóztatják, inkább úgy érzem. Igen. Van egy epizód a Louis című sorozatban, amikor a mit tudom én, ilyen 10-12 éves gyerekek a helyi kis New York-i kis templomba járnak ilyen külön hittanra. És ott nem igazán figyelnek, tehát meg ott vannak ilyen problémák ezzel, hogy megint valaki szalámi szendvicset eszik. Ezért a tiszteletes teljesen kikel magából, és annyira grafikusan és erőszakosan adja elő a pasió történetet, hogy a gyerekek azt olyan horrornak élik meg, mint ahogy mondjuk mint amilyen volt gyakorlatilag, de nem a semmilyen finomság nincsen benne, hogy ezt olyan fokozatosan bevezesse, hanem 10 percen keresztül üvöltve megtudják minden részletét, és annyira traumatizálja őket, hogy éjszaka visszaszöknek a templomba, és lelopják Krisztust a keresztről, annak érdekében, nem azért, mert el akarják lopni, nem, mert meg akarják menteni, hogy ez, amit elmondott a tiszteletes, nehogy megtörténjen, majd. Volt egy, de ez tök jó, ezt a kérdést a Galla feszegette egyszer, hogy miért van az, hogy ezeknek a hívő embereknek a nyakában kereszt van, hogy így, ha Jézus visszajön, akkor biztos, hogy mindenhol keresztet akar látni? Nem lehet, hogy ez neki egy rossz emlék? Ja, hely. Jó, hát ez az abszurd humornak a kérdése, azt hiszem. Azt írja valaki, hogy Cuki, én általánosban tanítok, időnként szoktam engedni az evést órán. De ezt akartam mondani, hogy te tudod, mondtad, hogy izé így jó fejkedni akar a tanár, mármint azzal, hogy legalább egy kicsit humorosan azért mégis jelzi a tekintélyét azzal kapcsolatban, hogy ne egyél órán, és hát mi mást mondhatna, és hát két dolgot tudok mondani, ami ennél jobb, hogy majd akkor ehetsz, ha engem látsz enni. Az egyik az, hogy légy szíves, ne egyél. A másik, ami talán még ennél is jobb, az, hogy jó étvágyat. Hát, és ez működik? Hát, de tudod, az abban valamennyi humor van, és hogyha ott röhögnek, meg minden érzed, hogy egyedül vagy azzal, hogy eszel. Egyébként az sem rossz, ha elmondja, hogy te mit éreznél, ha itt ülne 30 ember veled szemben, és csámcsogna, és belelátnál a szendvicsébe. Igen, csak ezt a cinizmust utálom én ebben, hogy majd akkor, ha engem enni látsz, majd ha én éhes leszek, majd te akkor lehetsz éhes, ha én is. Uh-huh. És hogy van olyan tanát, hogy én értem, hogy mit tudom én, mondjuk tiszteletlenség, vagy minden, nyilván
nyilván jó, hogyha előtte megkérdezi a gyerek, de nyilván te is elmondhatod tanárként, hogy ez miért aggályos, tehát hogy pedagógiailag ezt így lekommunikálhatod vele a helyet, hogy itt cseszegetett szegény szerencsétlen kölyköt, akinek így is négy témazáróra kellett tanulnia, meg most mutál a hangja, meg mit tudom én. Meg szünetben leckét másol, ezért nem szünetben eszé. Leckét másol, de hogy szerintem az se egy egészséges psziché, amikor te meg vagy róla győződve, hogy a gyereknek az irántad mutatott tisztelete az abban fejeződik ki, hogy most megrágja és lenyeli-e a paprikás szendvicset, vagy sem. Abban is kifejeződik, és azért fontos, mert hogyha 30 ember kajál, akkor garantáltan már senki nem fog figyelni, de hogyha 10 ember kajál, az a 10 nem fog rendesen figyelni. Szerintem, amit az SMS író általános iskolában tanító hölgy mond, hogy ő engedi az evést, aki Gábor, na, akkor pláne, az már a megoldás, az már a fegyverletétel, de a korszellem előtt, fegyverletétel a kis erőszakos, de teljes fegyverletétel. Nem szabad, nem, tehát kellene, hogy legyenek szabad. Holnap a világ? Most pusztán, mondjuk csak onnét közelítem meg, hogy mint evés. Az a jó, úgy kell megtanítani a gyerekeket enni, hogy közben nem tévéznek, nem csinálnak ezer más dolgot, mert az a kb. Az előszobája ennek a mindenhez való nassolásnak. Tehát, hogy borzasztó kártékony, csak a nassolás része borzasztó kártékony. Az osztályban lévő figyelemnek a megtörése önmagába borzasztó kártékony. És akkor még maradj, és akkor ott a harmadik, hogy mennyire tud figyelni az a gyerek, aki éppen a sajtos szendvicsét igazítja be a szájába. Mennyire tud válaszolni? A kilégzéskor milyen finom kis felhangok jön. Mennyire tud részt venni az órai munkába, és hogyha ezek a gyerekek így végeznek el egy általános iskolát, így végeznek el egy középiskolát, és el fognak kerülni egy céghez, be fognak kerülni az életbe, ahol nem feltétlenül ilyen toleráns közegek vannak, nem feltétlenül te vagy a főnök, hanem meg lesz követelve, hogy bizonyos szabályoknak feleljen meg, egész egyszerűen nem fog tudni, mert soha életében nem kellett. És tönkre teszed azt az embert egy életre. De mi van akkor, pusztán hogyha... a nagy jó szándékoddal, csak te a most nagy liberalizmusoddal. Te most azt tisztálsz ehhez a problémához, mert te azt mondod, hogy neveljük úgy a gyerekeket, tanuljuk meg őket alkalmazkodni egy olyan rendszerhez, ami alapjaiban véve rossz. Fegyverletételnek nevezed azt, amikor valaki úgy dönt teljesen reálisan, hogy én a továbbiakban nem fogok arra a mumusra lőni, ami nem is létezett, csak bemagyarázták nekünk, hogy ez egy probléma. És én meg azt mondom, hogy ne a gyerekeket tanítsuk. Három érvet soroltam fel. Most mondja, te azt mondod, hogy nassolni mindenfajta tevékenység közben jó. Én azt mondom, hogy amikor... Ezt, hogy akkor, tehát ugye szerinted ez a három dolog rendben van. Szerinted lehet figyelni. Ez a három dolog rendben szerintem van, lehet figyelni. Nassoljon a gyerek, miközben tévét néz, miközben oktatásban vesz, és stb., hogy ez rendben van. Hogyha szerinted az rendben van, hogy 30 ember eszik mondjuk egy órán, és tudnak figyelni, nem zavarják egymást, az rendben van, én akkor azt mondom, hogy... Dumaszkiházban egész szóval csinált. Én csak azt mondom, hogy ezeket a dolgokat csinálni ugyanannyira kártékony a figyelmedre, mint firkálni a füzetedbe, de erőszakkal megtiltani, azt sem tilthatják meg, hogy firkálja a füzetedbe, mert neked teljes jogod van ahhoz, hogy azt mondd, hogy engem ez nem érdekel, és vállalom az ezzel járó következményeket, ami mondjuk a büdös nagy témazáró egyes. A forradalmat von maga után, tehát megtöri a rendet, ahogy a Tasnádi mondta. Figyelj, minden érve teljesen érvényes, de csak abba gondoljatok bele, hogy annak ellenére, hogy ennyire ragaszkodtak hozzá, hogy az evés aztán már mindennek a teteje és órán senki ne zabáljon, azért most az ilyen 25-ös, 30-as, tudod, aki irodában dolgozik, ott látod, hogy ül a gép előtt a zöld borsó főzelék fasírtal kombinációval, és viszi be ezt az önkiszolgálós kaját, és inkább a gép előtt teszi meg, tehát igazából órán eszik, hogy ez sem volt ahhoz elég, hogy az ember egy ilyen megülje azt a szertartást, és nyugodtan megebédeljen, és utána visszatérjen a munkájához, hanem mindenki septiben, meg a McDrive-ban, meg a metron zabál, hogy azt az időt, amit az étkezés jelentene, meg az asztal köré gyűlés, azt megspórolja, és valami más haszontalan dologgal össze tudja csomagolni. Úgyhogy hát nem tudom, lehet, hogy inkább az a padba kérdezik.
kéne verni a gyerek fejét, aki eszik, mint szerencsétlen Leventét, és utána elmondani a többieknek, hogy na emiatt nem mehettek az állatkertbe. Nyilván nem. Annyira nem voltak rettenetesek ezek a történetek, de Dasnadi nagyon jó, hogy tartja a tisztelet és a tekintélyfogalmak közös értékesítésének az alapelvét. Én nem tisztelem ezért, de tekintélyt adok neki. Szevasztok! Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Juliant és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.